Van arra lehetőség, hogy valaki elkapja a COVID-19-et a védőoltás után? Vagy második védőoltás után? Azt lehet elmondani, hogy ezek a kipróbált a nemzetközi hatóságok által iszonyú szigorúan ellenőrzött vakcinák, mint például, nem mondom, hogy a példákat mindenki tudja, azok 90-95%-ban hoznak létre, vagy legalábbis 85-ön fölül, tehát nagyon az emberek 85%-ában védelmet ad. De az emberek között vannak olyanok, ez a maradék 10-15%, aki valamiért nem reagál olyan immunmemóriával, immunemlékezettel, mint a többiek, és náluk bizony előfordulhat az újrafertőződés. Azonban az egyértelmű, hogy a betegség, a COVID-betegség súlyossága jelentősen csökkent. Tehát a gyakorlatilag néhány vakcinánál a beoltottak közül elhalálozás nem ford 0%-ban fordult elő. Lehet, hogy egy enyhe módon átesik a fertőzésen, de az már gyógyszeresen egyéb módon kezelhető. Tehát őszintén válaszolva, és csak is így érdemes, igen, előfordul, hogy 100 emberből 10 vagy maximum 15 immunreakciója gyengébb, mint amit elvártunk volna, de az, hogy esetleg meghal a betegség nyomán, az gyakorlatilag kizárt lehetőség ma. Mégis vannak mellékhatások, talán mindenki tudja, hogy, és itt egy nevet mondok, az AstraZeneca, sőt a Janssennél előfordult vérrög képződés. Csak el szeretném mondani, megint legyenek a számok nagyon meggyőzőek, hogy addig, ameddig a AstraZeneca vérrög képzése az olyan körülbelül egy angol példával élve 30 millió beoltott emberből 30 embert érintett, tehát 1 millió emberből egyet érintett, addig a orális fogamzásgátlóknak az esetleges mellékhatása az 1000-ből egy embert érint. Ugyanezzel hangsúlyozom, ez nem jelenti azt, hogy nem kell figyelni erre, nagyon figyelni kell, csak vegyük ezeket a számokat figyelembe, és minél több ember beleszóltva, annál hitelesebbek ezek az értékelések. Ön szerint az oltások, meg egyáltalán a COVID-19 betegség újszerűségéből fakadnak ezek az ellenérzések az emberekben az oltások iránt? Igen, valószínűleg igen, miközben nem veszük figyelembe, hogy a Földről a fekete himlő nevű iszonyú betegség, ami 100 millió emberen, 100 millió felüli áldozatot vett, az a védőoltás miatt eltűnt a Földről. Azon kívül nincsen pestis, nincs tífusz, nincs kolera, nincs lepra, nincsen ez az előbb említett járványos gyerekbénulás, gyakorlatilag nincsen. Én jártam Indiában, lányom, mint orvos dolgozott egy keresztény missziós táborban, és onnan tudom, hogy a lepra gyakorlatilag ma már nem fertőző betegség. Tehát az, amit a Biblia bélpoklosságnak említ, az a védőoltások miatt tűnt el. Tehát amikor
automatikusan megkapjuk kisgyerekkorban a dipertét, tehát a torokgyíkot, a szamárkőgés és a vérmérgezés elleni vakcinát egészen kicsi korban több ismétléssel, vagy a gyerekbénulás elleni szabin cseppet, akkor tudnunk kell, hogy iszonyú betegségektől óvott meg minket ez a oltás. Amikor valaki elutazik nyaralni mondjuk egy trópusi országba, akkor automatikusan akkor kap csak vízumot, ha sárgaláz ellen be van oltva. Nem is gondolkodik rajta, persze el akar menni, túlélem, semmi, vagy malária. Hát a maláriában rengeteg ember hal meg. Még az AIDS-ben is, amely még 15 éve, 20 éve biztos halálos betegség volt, a mai antivirális kezelések és rengeteg vakcina próbálkozás gyakorlatilag krónikus betegséggé változtatta, tehát kezelhető, túlélhető betegséggé változtatta az AIDS-et. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy ne féljen ettől az ismeretlentől. Az a betegség sorozat, amit a vírus kivált, tehát az igazi fertőzés kivált, az nagyságrendekkel nagyobb kockázat, mint a vakcina bármilyen esetleges, ritka mellékhatása. És ez lényegében minden forgalomba lévő vakcinára igaz.